Sok szeretettel köszöntjük az Erasmus program minden résztvevőjét. We would like to greet all of you, all the participants of our Erasmus program. A programban kivételes helyzetűek vagyunk, hiszen egyike vagyunk azon országoknak, akikhez nem csak kollégák, hanem diákok is ellátogatnak. A Baktai Ervin Gimnázium intézmény vezetője, Lévai Mónika köszönti a héten zajló Erasmus program résztvevőit. A József Attila Művelődési Házban került sor a Csere kapcsolati program nyitó rendezvényére. Örülünk annak, hogy a diákok, a kollégák a hetet velünk tölthetik, és betekintést nyerhetnek iskolai életünkbe. We are glad that our guests can join our everyday life in the school. Bízom benne, hogy a héten a csoport megismeri Budapest és a környék nevezetességeit is. I hope that the guests will get to know the sights of Budapest and the surrounding. Köszönjük szépen a szülők segítségét, a fogadó családok szíves látását, kollégáim szervezi munkáját és a diákok aktív résztvételét. I would like to say thank you to the host families and also for the hard work of our students, the families and my colleagues. A hétre kívánok mindenkinek jó munkát, és kívánom, hogy szép magyar emlékekkel távozzon a csoport a Baktai Ervin Gimnáziumból. A részletekről Nemesné Molnár Kinga, a program koordinátora nyújt tájékoztatást. Ez egy Erasmus program, és 2017. szeptemberében indult a program, 2019. augusztusában fog zárulni, tehát 2 éves időtartamot fed le, és a program célja az, hogy a partnerintézményekkel, akikkel együtt dolgozunk, összehasonlítsuk, hogy melyik országban a nemzeti kisebbségek milyen helyzetben vannak, és hogyan segítik azok integrációját az adott országban. Összesen 26 diák érkezett, és 12 tanár, 6 különböző országból. Ezek a következők: Portugália, Románia, Franciaország, Németország, Lengyelország és Olaszország. Egy hétig tart most ez a program. Miként jelenik meg a szervezett programok között ez a cél? Először is létre fogunk hozni egy Európa Parlamentet, egy kisebb Európa Parlamentet, melynek a diákok lesznek a tagjai, a tanárok segítségével, és ezáltal ők is kicsit belekóstolhatnak az Európai Unió életébe. A mai nap folyamán már el is látogattunk a Schwab tájházba, és bemutattuk a vendégdiákoknak, illetve tanároknak a svábok egykori életét. A mai este tulajdonképpen már a nap zárása, mert ma már sok tevékenységet megvalósítottunk, amint már említettem, egyrészt a Schwab tájházat meglátogattuk, angol órákon vettek részt a delegációk tagjai, és ma pedig egy ilyen záróestet mutatunk be nekik, amelynek során szintén ízelítőt kapnak a magyar népszokásokból és a sváb népszokásokból is. Mi magyarok büszkék vagyunk arra sokrétű népi kultúrára, ami egyedülálló a világon. Ugyanakkor a Magyarországon sok nemzetiség is beolvadt a népességbe, akik kulturális identitásukat a mai napig őrzi. Ez jellemző a Dunaharaszi térségében élő svábokra, ezért a tánc együttes műsor a magyar és sváb táncokat is egyenre tartalmaz. A gimnázium épületében működik a város.
iskola is, ezért természetes, hogy a két intézmény szorosan együttműködik. Most egy összeállítást hallhatunk az ABBA együttes lágereiből. A Fogola együttes tagjai: Tatárka Adél, Mészáros Emese, Lehel Réka, Budinszki Emília, Lencse Zsanett és az énekes Falkó Emese. A nyitórendezvény fellépőinek előadását későbbi magazin műsoraink során láthatják.